A csapban otthagyott hajszálak, morzsázás evés közben, a közepén kinyomott fogkrém. Csak néhány apró, de egyesek számára igen idegesítő szokás, amelyeket sokszor csak évekkel a kapcsolat kezdete után vesznek észre egymáson a párok. Ez néha szakításhoz, vagy akár váláshoz is vezethet. Jó, segítek mosogatni. Ó, ne már. Tudod mit? Ne. Látod, ezt nem akarom. Most mondtad, hogy azt akarod, hogy mosogassak. Azt akarom, hogy akarj mosogatni. Az elején még fel sem tűnnek, de az évek múltával egyre gyakrabban jelentkeznek. Bizonyára mindenkivel előfordult már, hogy egy idő után olyan szokásokat vesz észre párján, amelyeket nehezen tolerál. Fognád a kezem evés közben? Nagyon szeretném. Gondoljunk csak a középen összenyomott fogkrémes tubusra, a vissza nem hajtott WC-deszkára, a szanaszét dobált holmikra, vagy az égve hagyott villanyra. Vajon a hazai ismert emberek hogyan oldják meg ezeket a problémákat? Nem szeretem azt, hogy ő úgy tanít engem teniszezni, hogy... Azt nem szereti, hogy az edző megszabja, hogy a tanítvány, hogy az edző, a tanár hogy tanítson. Nem azt, nem, hát, azt nem szeretem, mert Isten ilyen tanít, meg nagyon édes, meg minden. Nem. Csak én mindig azt kérem tőle, hogy ne röptél be, adja vissza a labdát, mert akkor... A labda röpül! Mert akkor nem hallom a ritmust, mert tudod... Nem hallani, tessék elmenni a zeneakadémia, ott van a ritmus. Ott nem, kell hallgatni. Ez a legnagyobb konfliktus helyzet az életünkben, általában a teniszpálya. Tahitott László színész és felesége Kárászi Szilvia zongoraművész már 15 éve házasok. Egymás rossz szokásain csak inkább nevetnek, nem szólnak a másikra. Egyetértenek abban, hogy ha már egymás mellett döntöttek, nem kell szóvá tenni minden egyes apróságot a másiknak. Összetörtem már, mit tudom én, 100 000 forintos kínai vázát. Egy szót nem szólt, meg jól vagy, nem lett semmi baj, szóval semmiért nem tól le, és ez nagyszerű. Sőt, Szilvi egyik azóta is jelentkező rossz szokása miatt jöttek össze. És az én legrosszabb szokásom, hogy mindig beejtem a kulcsot, vagy a liftaknába, vagy a kanálisba, vagy olyan helyekre, ahonnan ember nincs, aki kihozza. Hát tulajdonképpen ez ismeretségünk egyik alap. Jelente volt, hogy itt belejtett a liftaknába, és én épp jöttem, és akkor átlendültem a kerítésen. Egyébként hihetetlen volt, mint Tarzan. Mi van? Annyi cipőd van, Atikám. De azt ne vidd el, azt fölveszem. Magyar Attiláéknál legtöbbször a színész tesz rossz fát a tűzre. A cipőjét rendre szanaszét hagyja, de Móni szó nélkül pakolja el. Főzök, Attila jön, emelgeti a fedőt. Mit főztél? De ő úgy kóstol, várjatok, mert ő nem úgy kóstol, mint más férj, hogy egy kanál és jó, hanem úgy, hogy a felét megeszi. Tehát, jó, hogy a túros palacsintából a túrónak a fele eltűnik, a tejszínnek a fele. Ma már adtál nekik. Nem, keveset adtam. Ne nézd meg, hát már. De nagyon éhesek, aki nézd meg, milyen éhesek. Júj, annyit ne adj! Mindketten viccesen fogják fel a rossz tulajdonságokat. Inkább csak csipkelődnek egymással. Te nem tudsz olyat mondani, hogy amit én elrontottam volna. Így van. Nem tudsz hibát mondani, nem. Attila. Nem. Mert én mindent, én mindent csinálom. Tehát a Móninak van egy szokása, nem hibázik. Ez engem nem zavar. Jó. Na, ezt nem kellett volna. Szerémi Péter kommunikációs tanácsadó szerint két kategóriába lehet osztani a feszültségek forrását. Az egyik, hogy az egyik fél minél inkább ellenőrizni szeretné a másikat. A másik, hogyha valaki egy hozzá nem illővel köti össze az életét. A legfontosabb, hogyha bármi bánt, azt ne tartsuk magunkban. A legrosszabb dolog, amit tehetünk saját egészségünkkel szemben és a párkapcsolatunkkal kapcsolatban is, hogyha magunkba folytjuk. Azért, mert hogyha magunkba folytjuk, akkor az előbb-utóbb elkezd fölhalmozódni, és az a feszültség egyszer ki fog jönni. A szőnyeg alá söpölt problémák akár még váláshoz is vezethetnek. Oswald Marika operett énekesnőről is az a hír járta, hogy ezek miatt vált el férjétől. Szól az ember, hogy az neki nem tetszik. És nem azt a választ kapja, hogy ja, igen, majd megpróbálom, hanem nem baj, jó van, az úgy is, ne törődj vele, nem érdekes, akkor fölmegy a pumpa, akkor el tudok költözni. Na hát szóval emiatt volt sok probléma, ilyen dolgok miatt, de nem ez volt a vállásnak a lényege. Rajzoljak inkább kis négyzeteket? Csipkelődéssel és türelemmel tehát a legtöbbször többre jutunk, mint állandó és idegörlő zsörtölődéssel. Végre békén hagyhatnál egy kicsikét!
vannak válások, amelyek után mindkét szülőben dúl a harag, és ez néha a gyerekekre is kihat. Sok van ebből sajnos. Most viszont egy olyan színésznő a vendégem itt a stúdióban, aki a válása után ugyanolyan, ha nem jobb kapcsolatban van a férjével, mint azelőtt. Vendégem Jan Zakata a színésznő. Köszöntelek a műsorban. Köszönöm szépen a meghívást. Nem tudom, az előbbi riportban ugye voltak ilyen idegesítő apróságok. Neked van ilyen? Nincsen. Nincsen semmi. Nincsen semmi különös. Én nagyon egyszerű ember, egyszerűen működöm. És nincs is olyan, ami téged idegesít valakiben, vagy esetleg volt olyan, mert hogy, ja, én például nem szeretem, ha középen nyomják ki a fogkrémet, ezt mondjuk. Képzeld, nekem semmilyen fogszném nincs. Igen, nekem a kollégáim szokták azt mondani, és a barátaim bizonyos dolgokra, hogy Katika, ez már nem jó, mikor minden azt mondja, hogy ez jó, vagy nekem, de ez nem jó, vagy ez nem jól működik. Én még akkor is azt mondom, hogy de higgyétek el, ez működni fog, ez jó. Tehát én igazándiból szerintem egy végtelenül optimista ember vagyok, így vagyok összerakva, és bármilyen csalódás is ér, persze engem is visszavet, meg megvisel, de akkor is úgy kelek fel másnap, hogy akkor is érdemes a jót adni, és a jóra törekedni, mert én büszkén mondhatom, hogy azért nagy igazából ezt kapom vissza az élettől. Mi az, hogy fur család? Ez a te kifejezésed volt, ha jól tudom. Igen, igen. Ez mit jelent? Hát mi egy nagyon kultúrált módon váltunk el, és azt gondolom, hogy kialakítottunk egy olyan életvitelt, ami sokan azt mondják, hogy már-már megdöbbentő, sőt hihetetlen. Hát amennyire én tudom, az sok. Is egyébként. Igen, ha röviden, ha meg kellene fogalmaznom, akkor tényszerűen csak annyit tudnék mondani, hogy a volt férjem, tehát Pintér Tibor mostani feleségét választottuk a kisfiunk keresztmamájává. Tehát például ez nagyon, nagyon furcsa dolog, ezt úgy nem nagyon szokták elhinni, hogy az én új házasságomból ugye született egy kisfiunk, a Samuka, és hogy a Tibor mostani felesége lett a keresztmama. Tehát ez már nagyon sok szokott lenni mindenkinek, hogy ez ilyen követhetetlen. Ráadásul jól tudom, Janka lányod, ugye, ő pedig nagyon jó viszonyban van a Tibor új párjával, vagy tehát a másik családdal ugyanolyan jó viszonyban van, mint nagyon, nálatok. Nagyon, nagyon, napi kapcsolat van köztünk, a Janka nagyon sokat van náluk, imádja az édesapját természetesen, ott is született egy kis testvére, a Máté, és a Máté például görcsösen ragaszkodik a Jankához, tehát ez is nagyon jó, hogy igazából a két gyerek is úgy összetart, hogy nekünk csak győzni kell összehozni a programokat, mert annyira igénylik egymás társaságát. Ugye nyilván sokszor tényleg apróságokból áll össze az, hogy valaki nem tud a másikkal, valamiért úgy dönt, hogy mégsem leszünk együtt. Nem azt szeretném fitetni, hogy ti miért döntöttetek úgy, hanem inkább azt, hogy hogyan tud mégis egy jó kapcsolat utána megmaradni. Tehát, hogy azért sok esetben sajnos nem találják meg a közös hangot a volt párok. Igen, én is ezt látom. Én mindig azt szoktam mondani, hogy egyszer hoztunk egy döntést, egyszer volt egy pillanat, amikor nagyon szerettük egymást, és ez nem csak a szerelemről szól, hanem a szeretetről is, és ez intelligencia kérdése is szerintem. Nem hiszem, hogy sokan meg fognak most ezért haragudni rám, de mégiscsak azt kell, hogy mondjam, hogy én abban a pillanatban csak azt éreztem, hogy szeretném, ha a legjobb barátom maradna, hiszen van egy csodánk, egy közös művünk, ha szabad így fogalmaznom, Janka, és mind a ketten azt szerettük volna, hogyha Janka nem sín meg ezt a vállást. És minden erőnkkel azon voltunk, hogy ez így történjen. Ezért nyugodtan kijelenthetem, hogy Tibor a legjobb barátom, és nagy szerencsém van, mert az én férjem, a mostani férjem, Kővári László balettművész, is így kapott meg engem. Tehát tudta, hogy van a Tibi az életünkben, aki a legjobb barátom, és a kislányom édesapja, és ő bármikor bejáratos hozzánk. Tehát ez egy ilyen kimondatlan feltétele volt a mi közös életünknek. Én azt gondolom, hogy tényleg példaértékű. Én azt is megértem, ha valakinek nem sikerült, tehát nem ítélem. De neki mit tudsz tanácsolni, hogy legyen olyan szerencsés, mint te? Jó, ez persze két ember kell, meg az új embereknek is olyan befogadónak kell lennie, meg elfogadónak, és ha minden együtt van, az jó, de nem mindig van minden együtt. Nem mindig van minden együtt, én azt gondolom, hogy a gyerekek érdekeit kell elsősorban nézni és előtérbe helyezni. Ez már csak egy plusz, hogy mi úgy döntöttünk így négyesben, hogy kedveljük és szeretjük egymást. Rendkívül jó kapcsolatot ápol például az én férjem a Tibor új feleségével is, tehát abban, hogy ők együtt viszik el a gyerekeket, és mi dolgozunk a Tiborral valahol együtt, tehát ilyen is rendszeresen előfordul, de tényleg kell a két másik félnek is ez a hozzáállása és ez az odaadása. Egyetlen egy dolgot hadd mondjak el, ők még menyasszony vőlegény voltak a Tiborral, a Tibor párjával, amikor én bementem az új lakásukba, és minden egyes helyiségben a Jankáról volt egy különböző színű keretben, amilyen a szobaszíne volt, egy kép. Ez például nem volt kötelező a Bea részéről, de ő mégis így gondolta.
és ez egy olyan gesztus volt, amit én egy életre megjegyeztem, hogy az én gyerekem ott volt az ő lakásukba kirakva mindenhol. Most azt mondtam, hogy még az anyósok is összejárnak, mert az akkor már tényleg. Lehet, hogy most sokan már azt mondják, hogy ezt a Janzakatát megverjük, aki jön innen a stúdióból, de igen. Tényleg? Én a Tibor édesanyját a mai napig nagyon szeretem. Rendszeresen szokott nálunk vasárnaponként együtt ebédelni a színházban, mindig a vendégem, sosem feledkezem meg róla, hogy ugye valaha azért egy család voltunk, és hát a kislányom nagymamája. Tehát akkor, azt kell de az a nagy család, akkor nagy segítség is a Tibornak, mert neked, hiszen a fellépések most ugye nyár, készültük új premierre is, mert nyáron még mentek is, ugye hova mentek? Hát én a Budapesti Operett Színház tagja vagyok, és a saját színházammal megyek elsősorban mindenhova. Az Elizabeth című musical lesz Siófokon, ami nekem régi nagy szerelem, 15 éve játszom azt a darabot, de tényleg van egy új darab, a Trója című rock opera, amit Komáromban fogunk előadni nyáron. Is, és a Tibor a rendezője, és ő a főszereplő, úgyhogy nagyon rég nem dolgoztunk már ilyen nagy musicalben együtt. De most ez lesz az első, úgyhogy egy hétig együtt fogunk ott próbálni Komáromban. Új kihívás és ez, a két család is. Más milyen lesz? Új kihívás ez a Trója? Szerintem új kihívás, igen, mindenképpen. A Kormorán zenekar írta a zenét, és nagyon vágytam egy ilyen típusú musicalre is. Habár ne felejtsük el a mostani nagy sikerben az Operettszínházban, amitől hát én azt gondolom, hogy nem is lehetnék boldogabb, mert a Rebecca című musicalnek a női főszerepét, az egyik női főszerepét játszom, ahol egy ilyen szélsőséges karaktert, egy ilyen elmebeteg házvezetőnőt alakítok. Ilyen még nem volt az életemben, úgyhogy azt is nagyon-nagyon szeretem. De az most kicsit pihenni fog, ugye, mert vége az évadnak. És akkor mondjuk ezt egyébként ti tudatosan tudjátok idézőjelben használni, hogy ilyen jó a kapcsolat, hogy akkor tényleg meg tudjátok osztani most a Jankára kivigyázz, Samura kivigyázz, és így tovább? Pontosan, természetesen. A Tibor mindig megkérdezi, hogy merre mozgunk, hol vagyunk. Nemrég voltunk a Balatonon, és akkor ők is ott voltak, akkor természetes volt, hogy valahogy összehozzuk, hogy tudjunk találkozni. Janka külön kérése volt, hogy ő is szeretne benne lenni a Trójában, úgyhogy nyáron ott lesz. Tényleg? Ő is egy kisebb szerepre, persze, hát így a gyerek szereplők közé. Annyi nyomdokaival nem hiszem egyébként, ő nem, egy csak ilyen nyári kikapcsolódás. A Janka egyáltalán nem, ő neki az olvasás, a hobbija is nem. Neki igazából csak annyit jelent a színház, hogy eljön, megnézi, azt mondja, gratulálok, de nem beszélünk többet róla. A kisfiam, ő az, aki úgy szokott fogadni, mikor hazaérek, hogy szervusz, Janzakatta, milyen volt a Rebecca? Mondták, hogy bravo! Tehát, hogy a kisfiam 3 éves, de már most látszik, hogy rajong a színházért. A Janka azt csak messziről nézi, megnézi az édesapja összes előadását is, az enyémet is, de neki apa az apa, anya az anya. A Fur családnak és neked is gratulálunk ez a szuper családhoz. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy itt voltál. Mindenkinek kívánom, hogy törekedjen erre a békére, én megéri. Is. Köszönjük, köszönöm szépen. És ennyi volt mára a fél 2 Janzakatás beszélgetésünket, és a többit is, riportjainkat is megnézhetik az RTL honlapján, keressenek minket ott is, én honlap várom önöket, viszontlátásra. Közel az 50-hez is akár 10 évet letagadhatna. És elnézést, a szoba nem a tengerparton néz, ezzel is várjuk önöket, megtudhatják holnap, hogy hova érdemes fordulni, hogyha nem azt kapták a pénzükért, amit vártak.